Köszöntöm a VAD TV nézőit. A előző részünkben kibeszéltük az ukrán-orosz háborút. Most úgy gondoltuk, hogy a elmúlt hetekben a választás eredményeit szeretnénk kibeszélni Bolnár Jánossal. Az első kérdésem az lenne, hogy 12 év után nem leszel tagja az országgyűlésnek. Milyen érzés ez számodra? Hát nyilván nagyon furcsa. Ugye az elmúlt időszakot úgy csináltuk végig, hogy hosszabb ideje már vezető tisztségviselő voltam, 18-ban a lista második, most pedig egyszerűen nem kerülök be az országgyűlésbe. Ez nyilván valahol egy furcsa érzés, hiszen a kampány az úgy ment le, hogy nekem már olyan nagyon fontos szerepem magában a kampányolásban nem volt, de fontos volt látni azt, hogy a politikát hála Istennek jelentősen tudtam alakítani jó néhány nagy hatású törvényjavaslat kidolgozásával, és nagy örömmel láttam azt, hogy alapvetően jó irányba haladtak a dolgok az elmúlt időszakban. Nagyon fontosnak tartottam azt, hogy az ország az ne vegyen baloldali fordulatot, és a magam részéről én azt gondolom, hogy mindent megtettem annak érdekében, hogy a baloldal soha ne jusson hatalomra. Nagyon sokat tettem annak érdekében, hogy a Jobbik az, mint párt szétessen és elveszítse a támogatottságát, ne lehessen elárulni azokat a volt Jobbik szavazókat, akik korábban még egy teljesen másféle politikára szavaztak, és azt gondolom, hogy ez a törekvésem ez messze eredményes lett. Így gondolkodtunk mi is a baloldallal és a Jobbikkal kapcsolatban. A baloldal soha ne jusson hatalomra, a Jobbikot meg aztán a vadhajtások alapítása óta, hogy nyírjuk. És itt felmerült a kérdés, hogy hogyan folytatott tovább? Én vissza fogok térni az üzleti szférába, ahonnan jöttem. Nyilván kell egy kenyérkereset az embernek, azonban nagyon fontosnak tartom azt elmondani, hogy természetesen a közéletnek a része fogok maradni a jövőben is. Rendkívül sok ötleten, ambícióm van még akár a baloldallal kapcsolatban is, hiszen amíg él és mozog a baloldal, addig én kötelességemnek érzem azt, hogy gyengítsem, és mindent megtegyek azért, hogy meg is szüntessem a politikai tevékenységét Magyarországon. Itt most arra gondol Zsolt konkrétan, hogy baloldali politikusok egész sora azért lobbizik brüsszeli barátaiknál, hogy Magyarország veszítsen el Európai Uniós forrásokat, hogy legyen kevesebb az országnak a pénze. Ezt mindig egy hazaáruló magatartásnak tekintettem. Én nem értek egyet a baloldali célokkal, mindent megteszek annak érdekében, hogy gyengítsem őket, és alapvetően a jövőben szakterületi politizálással, elsősorban infrastruktúra fejlesztéssel szeretnék majd foglalkozni. Megjegyzem egyébként, hogy előttünk van, ezt ne felejtsük el, 2024-ben egy önkormányzati választás. Nagyon szeretném azt, hogy a baloldal Budapesten bukjon meg, ne a baloldal irányítsa a következő években Budapestet. Az elmúlt időszakban egyébként arra érdemes fölhívni a figyelmet, hogy olyan jelentős volt a Fidesz választási győzelme, hogy itt alig több mint 50 ezer szavazat választja el Budapesten a Fideszt a baloldaltól, tehát nagyon komoly esély van arra, hogy a legközelebbi választáson Budapest nem baloldali vezetésű, hanem jobboldali vezetésű lesz. Így van, ez is az egyik tervünk, hogy a Karácsony Gergő féle vezetést azért kipöccintsük a helyéről. Ez a múlt hét előtti vasárnap ez egy elég nagy győzelem volt. Mennyire volt elégedett a választások eredményével? Maximálisan elégedettek voltunk vele, mi itt az irodában ezt gyakorlatilag meg is ünnepeltük a választások napját, itt összegyűltünk a kollégákkal. Én azt gondolom, ami fontos volt, az teljesült, a baloldal egy nagy arányú vereséget szenvedett. Én magam elégedetten láttam azt, hogy a Jobbik szavazók százezrei elhagyták a Jobbikot, ebbe az árulásba nem tartottak a párttal. Itt talán nekem is van némi szerepem abban, hogy a Jobbik ellen egy nagyon komoly hadjáratot folytattam az elmúlt időszakban azért, hogy a szavazók ne támogassák a továbbiakban a pártot, és én azt látom, hogy egész évben véve ez eredményes volt, hiszen a Jobbik ismert politikusaként le tudtam sikeresen beszélni a Jobbik szavazókat arról, hogy ezt az árulóvá lett Gyurcsány Ferencékkel összefogó pártot ne támogassák a jövőben. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a Jobbik akkora veszteséget okozott a baloldalnak, amit nem volt képes kiheverni. Itt érdemes arra gondolni, hogy közel 900 ezer szavazat tűnt el a baloldalon, tehát egész évben véve megállapítható volt, hogy a baloldal egy óriási vereséget szenvedett az elmúlt időszakban, a Fidesz pedig előretört, egy újabb kétharmada lett az országgyűlésben, ráadásul nagyon kényelmesen, és egész évben véve a politikai tendenciák is számukra kedvezőek. A Mi Hazánknak a
parlamentbe jutásával pedig ismét kiépült a centrális erőtér, legalábbis reméljük, hogy a mi hazánk a soha nem fog majd össze a baloldallal. Sokan vitatkoznak itt arról, hogy ki tehet a választások eredményéről. Még meg lehetne szerinted nevezni itt a főfelelőst? Itt gondolok itt Márki-Zay Péternek a kirohanásaira, aki szinte az összes társadalmi réteget megszólította, mocskolta, szapulta, hogy én nem értettem azt például, hogy Márki-Zay Péternek ez mi a célja, hogyha ő által elmondott, hogy fideszeseket szólítsunk meg, de hát a fideszesek nem tudnak keresztényrejtvényt fejteni, a nők ilyen buták, kicsit mondom, hogy ki milyen dolgokat mondott, hogy ki tehet erről szerinted a másik oldalon a bukásról? Szerintem itt az fontos látni, hogy Márki-Zay Péter szerint Jakab Péter és Gyurcsány Ferenc tehet róla, ő szerintük pedig Márki-Zay Péter ezekkel az őrültségeivel. Szerintem azt fontos megnézni elsősorban, hogy a baloldal politikai üzenetei megszólítják-e a magyar társadalmat. Szerintem ez a fontos kérdés, ez ugyanis tartalmi kérdés. Az összes többi kérdés, hogy Márki-Zay Péter mennyire ügyesen és mennyire fegyelmezetten kommunikál, az már a eszközvitának tekinthető. Itt ugye azt kell látni, hogy tartalmi kérdésekben a magyar társadalom alapvetően nemzeti irányba tolódott az elmúlt időszakban, és határozottan jobboldali fordulatot vett, ez a társadalmi klíma pedig egyszerűen nem kedvez a baloldal hatalomra jutásának. Tehát ezt fontos tisztázni. A másik, baloldali politikusok a közbeszédben úgy fogalmaztak, minthogyha mondjuk az amerikai kongresszusban az amerikai barátaiknak mondanák el, hogy milyen politikát fognak majd az amerikai Egyesült Államok érdekében képviselni Magyarországon, vagy mintha Brüsszelben mondták volna el a brüsszeli politikusoknak, hogy milyen politikával szeretnék a brüsszeli hatalmi centrumot kiszolgálni. Na most erre az internacionalista, kozmopolita politikára a magyar közvélemény nem volt vevő, ezt elutasították az emberek. Itt azt kell látni, hogy ezek a kérdések a magyar társadalmat taszítják. Tehát abba kell belegondolni, hogy amíg Orbán Viktor például azzal viccelődött, hogy Magyarországon, nem is tudom, azt hiszem azt mondta, hogy lesz fűtés, lesz gáz, addig nyugaton elintézték azt, hogy a férfiak is szülhessenek, hát kinek mit intézett a kormánya. Én azt gondolom, ez egy döntő különbség a két fél között. Az egyik egy valós probléma megoldásáról szól, a másik pedig egy kreált identitáspolitikai problémának a fókuszba emelését jelenti. És hogyha megnézzük Magyarországon, a hagyományosan nyugaton folyó identitáspolitikai küzdelmek nem vezettek politikai eredményre, tehát folyamatosan fókuszba állítani a társadalom vélt, sértett csoportjait, mint például a homoszexuálisokat, ez a társadalmat nem érdekelte, és inkább taszította az erre való erőszakos politikai kampány, és azt kell látni, hogy az embereknek az épp erkölcsi érzéke, a józan paraszti esze egyszerűen természetes módon a kormánypárt irányába tolta őket, nem véletlen, hogy ilyen nagy arányban győztek. Ugye az ellenzék nagyon sokszor megfogalmazta azt, hogy nem kell elitista módon beszélni. Szerintem azt kellene megérteniük, hogy nem csak az elitizmusukkal van a baj, nem csak ezzel van a baj, hanem azzal is például, hogy amit most csinálnak az elmúlt napokban, hogy mondjuk ellenzéki politikusok és különböző ellenzéki újságírók, gondolkodók egész sora mucsainak, vidékinek tartja a magyarokat, hülyének tartja a Budapesten kívüli Magyarországon lakókat, és ezzel a lenézéssel egyszerűen nem lehet a vidék Magyarországával foglalkozni. Tudomásul kell venni, hogy Magyarország lakosságának több mint 4/5-e vidéken él. A vidéken élő emberek nem buták, nem bunkók, mint ahogy a baloldali politikusok ezekben a napokban ezt folyamatosan hangsúlyozzák. Ezeket az üzeneteket, most a fideszeseknek üzenem, érdemes lesz majd eltenni és fölmelegíteni a következő kampányban, hogy ő irántuk, a vidéki emberek iránt milyen lenézéssel viseltetik a baloldal. És azt még, ha én hozzátenném, hogy egy cseppnyi hazaszeretet nincs bennük, sosem nézik azt, hogy mi a Magyarországnak a érdeke, mi a magyar embereknek az érdeke, csak ez a, hogy mondjam, megélhetési politikusok ezek, akik csak a hatalomba vágynak, de aztán, hogy mi lesz, az mi, ez ami, ha ne adj Isten, megszerezték volna a hatalmat, ami most háborút fognak vívni egymással szemben, azt hatalmiért vívták volna. És most itt még azt meg szeretném kérdezni a véleményed arról, hogy a háború mit tett hozzá ez a bukáshoz szerinted, a ukrán-orosz ellenségeskedés, ez
Én szerintem még ez is 100%-ban mérhető. Hozzátett nyilvánvaló módon, de alapvetően nem ezen múlt a kérdés. A háború, mint minden egyes válsághelyzet, abba az irányba tolja a választókat, hogy egy biztonságos, kiszámítható megoldást válasszanak a politikában. Ez a biztonságos és kiszámítható megoldás pedig nyilvánvalóan nem a teljesen megzakkant Márki-Zay Péter és a mögötte álló baloldali csőcselék volt, hanem a kompetenciákat, nyugalmat, higgadságot, szakértelmet felmutató Orbán Viktor és a mögötte álló politikai tömb a Fidesz-KDNP. Itt egyszerűen arról van szó, hogy Orbán Viktornál biztosan látták az emberek, hogy Magyarország kimarad a háborúból, biztosan látják azt, hogy nem fog csatlakozni azokhoz a szankciókhoz Magyarország, amely tönkre fogja teljesen tenni például a rezsicsökkentés eredményeit, és jó néhány olyan kérdésben sokkal megnyugtatóbb választ tudott a közélet a világ problémáira Orbán Viktor és kormánya adni, mint mondjuk a baloldali ellenzék. Ez háborús helyzetben, egy ekkora krízisben a vezető személye is felértékelődik, tehát hogyha Orbán Viktor személyes képességeit állítjuk szembe Márki-Zay Péter személyes képességeivel, már pedig a választók ezeket a személyes képességeket értékelték, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy messze fut nagyon sok baloldali választó ettől a baloldali tömbtől. Hát el lehet játszani itt a gondolatokkal, hogy egy Jakab Péter például egy ilyen 2-3 órás nemzetközi sajtótájékoztatót hogyan tudott volna végigvinni, vagy egy Márki-Zay Péter mondjuk kimegy Vlagyimir Putyinhoz, és 6 órán át tárgyalt volna az orosz elnökkel, és akkor mi arról néznénk itt a vitákat, hogy most ezt mondta, nem ezt mondta, szóval ez igen, ez így sokat nyomott alatba. Az előválasztás, mint csodafegyver, az ellenzéki részről beváltotta hozzá fűzött reményeket szerinted? Én azt látom, hogy ez szerintem egy óriási bukás volt. Itt arra emlékeztetnék mindenkit én ezt a választási törvényjavaslatot, ami az előválasztás irányába és az összefogás irányába tolta a teljes baloldali ellenzéket, 2020 őszén nyújtottam be a Magyarországgyűlésnek. Ez egy nagyon régi tervem volt, már 2018-tól ez megfogalmazódott bennem, de akkor láttam eljönni a megfelelő politikai pillanatot erre. Fontos azt látni, hogy a baloldali ellenzék egyszerűen elhúzta az időt hónapokon keresztül, és gyakorlatilag semmit nem csinált. Tehát úgy telt el 2020, aztán 2020 tavaszi ülésszaka, hogy tulajdonképpen semmi nem történt, csak a politikai alkudozásokkal szembesült a közélemény, és maga az előválasztás sem úgy folyt le, mint ahogy egyébként a közélemény szerette volna, meg ahogy elvárta volna a politikusok nyilatkozatai alapján. Itt ugyanis nem arról volt szó, hogy minden egyes párt, minden egyes jelöltje megküzd egymással, hanem egymással politikai paktumot kötött a DK és a Jobbik annak érdekében, hogy a többi ellenzéki pártot partvonalon kívülre szorítsák, és a saját politikai szereplésüket, azokat megfelelő számarányjal tudják alátámasztani majd az országgyűlésen belül. Tehát ők gyakorlatilag összefogtak egymással, a közeremény azzal szembesült, hogy ez a választás messze nem demokratikus, messze nem úgy folyik le, mint ahogy az ellenzéki pártok ígérték, és a végén, azt kell, hogy mondjam, ez az előválasztás nevű csodafegyver kitermelte magának vezetőként a baloldal leghülyébb politikusát, Márki-Zay Pétert, egy olyan politikust, akit egyszerűen nem lehet komolyan venni. Hát amikor már baloldali politikusok egész sora mondja el róla, hogy futóbolond, és hogy szó szerint nem beszámítható, hát látható, hogy ha az előválasztás nevű csodafegyver képes volt Márki-Zay Pétert kitermelni, akkor maga az előválasztás az nem volt éppenséggel sikeresnek tekinthető. De egyébként hadd cáfoljak meg rögtön két dolgot is. Nagyon sokat lehetett a liberális sajtóban olvasni arról, hogy az előválasztás azért volt csodafegyver, mert hónapokon keresztül tematizálta a magyar politikai közbeszédet. Hát bocsánat, de nem ez történt. Tehát az, hogy az mondjuk a Telexen meg a 444-en folyamatosan az előválasztást reklámozták csodafegyverként, és azt mondták, hogy ha ezt követi az ellenzék, akkor biztosan győzni fog. Ez nem azt jelenti, hogy ezzel tematizálták volna a magyar közbeszédet. Az előválasztáson történő alacsony fokú részvétel több választókerületben például az előválasztás győztesére, Zsolt, abba gondolj bele, kevesebb, mint 1000-en szavaztak. Tehát jó néhány ilyen választókerület volt. Tehát láthatóan ez a közéleményt már egyáltalán nem érdekelte. A folyamat maga túlságosan hosszú volt, átitatták a politikai alkuk, alapvetően érdektelenségbe fulladt az egész folyamat. A másik pedig az, hogy
A Márki-Zay Péter személyének a jelölése az ugye azt mutatta, hogy az összefogásban részes 6 baloldali párttal mennyire elégedetlenek a választók. Azért választották Márki-Zay Pétert, mert őt egy rendszeren kívüli figurának látták, aki majd talán ezt az ellenzéket le fogja váltani. Na most ez a leváltás nem következett be, Márki-Zay Péter rossz vezetőnek bizonyult ilyen szempontból is. Márki-Zay Péter ugyanis rögtön gyakorlatilag leült az összes többi pártelnök közé, és elkezdett velük alkodozni a saját külön bizniszéről, hogy jöjjön létre egy 7. parlamenti frakció. Ő neki gyakorlatilag ez volt a politikai B-terve, hogyha nem jönne össze ez az országgyűlési választás, akkor ő a politikai túlélését egy saját parlamenti frakcióval biztosítani tudja majd a Magyarországgyűlésen belül. Tehát Márki-Zay Péternek ebben az esetben vezetnie kellett volna ezt a közösséget, mint ahogy például vezeti Orbán Viktor a saját közösségét, nem kérdőjeleződik meg a Fideszen belül, hogy Orbán Viktor vezető. Márki-Zay Péternek ugyanezt kellett volna tennie, ehelyett viszont leült, és gyakorlatilag egy szinten kezdték el emlegetni az MSZP vagy az LMP elnökeivel, ami nyilvánvalóan Márki-Zay Péter saját szerepének politikai leértékelődését jelentette, tehát ez is szerintem az óriási hibák közé tartozott a részéről. Itt még meg szeretném említeni azt, hogy a visszatérve vadhajtásokra, a Márki-Zayra és az én szereplésemre, hogy én azt vettem észre az emberen, hogy egyszerűen nem szabad bántani. Mert én úgy láttam, hogy így megy le az ő támogatottsága, a népszerűsége, és én nem akartam azt, hogy itt megjelenjek utcafórumon. Nekem kényelmes volt az, hogy bekapcsoltam a Facebookon a élő bejelentkezését, és amikor csináltam annak egy kávét, és amikor arról beszélt, hogy nem 7 gyereke van, 6 gyereke van, hát én a kávét kiköptem, és visszatekertem, hogy ezt jól hallottam. És hát ilyenekből hát ez volt vagy 10-20 ilyen legendás elszólása, hogy ott nekem nem volt az arra szükségem, hogy itt most itt megkeressem, vagy bármi itt kérdezősködjek, mert hát ez az magát csináltak ki, ezt lehetett látni. Ez annyira látványos volt, hogy félelmetes. De a következő kérdés, hogy szerinted nem furcsa, hogy alig 1-2%-os támogatottságú pártok önálló frakcióval rendelkeznek majd az országgyűlésben? Gondolok az LMP-re, a PM-re és a MSZP-re is. De ez egy abszolút bizarr helyzet, hiszen gondolj bele, hogy a baloldali 6 párti együttműködés pártjainak a fele, 3 párt olyan pártokból áll, amely már el sem tudna indulni az országgyűlési választásokon, mert képtelen lenne 71 választókerületben jelölteket állítani, és képtelen lenne arra is, hogy ezeket a jelölteket, még ha fel is állna mind a 71 választókerületben egy-egy ilyen párt, ezeket parlamenti mandátumhoz juttassa. Ehhez képest a 6 párti ellenzékből 3 olyan párt van, amelynek úgy lesz parlamenti frakciója, hogy a társadalmi támogatottsága 1-2% körüli. Itt egyébként érdemes megnézni azt is, hogy például Karácsony Gergelyék pártja, tehát Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere, az előválasztási folyamatban már nyilvánvalóvá vált, hogy Karácsony Gergelyt vidéken utálják, teljesen alkalmatlan volt miniszterelnök jelöltnek, Dobrev Klára is egyébként magasan megverte a vidéki választókerületek előválasztási folyamataiban Karácsony Gergelyt, tehát az ő személye nem működik. Ott van mellette, nem tudom én, Tordai Bence és Szabó Tímea, ezek a politikusok például folyamatosan megkapták a közszereplés lehetőségét, évek óta a liberális sajtó címlapján látjuk őket gyakorlatilag napi szinten, és látható, hogy a Párbeszéd 1%-os párt maradt, ugyanúgy hosszú évek pártépítési folyamatai után is. Akkor ugye megkérdőjeleződik az, hogy van-e értelme annak, amit ezek az emberek csinálnak. A baloldal például makacsul hisz abban, hogy azért kell Karácsony Gergelyt, meg Tordai Bencét, meg Szabó Tímeát szerepeltetni, mert ezek a politikusok jók és ügyesek. De az, hogy valaki sokat szerepel a 444-en vagy a Telexen, ezekről az emberekről, ha csak megnyikannak, azonnal vezércikkek születnek ezekbe a médiumokba, az nem azt jelenti, hogy jól teszi a dolgát. Ezekkel az emberekkel szemben a társadalom egészséges immunrendszere működik, ezeknek az embereknek a személyét is, és a politikáját is a magyar választók nagy arányban elutasítják. Nekünk jobboldaliaknak egyébként az a szerencsénk, hogy ez a rendkívül szerencsétlen, sokszorosan megbukott és lejáratódott ellenzéki garnitúra marad majd a
jövőben is, és ezek fogják próbálni leváltani Orbán Viktorékat, ezek próbálnak majd hatalomra jutni, de az is látható, hogy itt már a negyedik kétharmad jött össze, ráadásul nagyon kényelmesen egy történelmi vereséggel a baloldal számára. Egymás után látható, hogy az ötödik kétharmad is érik, mindaddig, amíg ezek a politikusok lesznek a baloldal vezetői, a jó Isten tartsa meg nagyon sokáig őket a baloldal vezető tisztségeiben, addig ezek a politikusok bukni fognak a jövőben is. Önmagában egyébként tényleg bizarr az, hogy három olyan párt is van, amely el se tudna indulni a választáson, a társadalmi támogatottsága is 1-2% körüli maximum, és mégis parlamenti frakcióval rendelkeznek, ez is azt mutatja, hogy mennyire abszurd eredményt termelt ki magából az ellenzéki előválasztás. Volt itt egy számomra egyik kedvenc videóm, hogy Orbán Viktor 2019-ben elmondta azt egy sajtótájékoztatón, hogy ha az ellenzék ebbe az összefogásba belenyúl, akkor saját magát fogja kivégezni. Hát ezt látjuk is, hogy ez így alakult. Mi a vélemény az összefogásról? Csak mert hát a számok alapján azért nehéz elképzelni, hogy ez működőképes dolog. Igen, hát én ugye 2018. október 5-én közvetlenül az első baloldallal közös úgynevezett rabszolgatörvény elleni tüntetések előtt jöttem el a Jobbikból, figyelmeztettem a magyar közéleményt arra, hogy a Jobbik vezetése egy történelmi árulásra készül. A Jobbik más politikával megszerzett parlamenti mandátumait arra szeretné felhasználni, hogy összefogjon a baloldallal, akkor pont Jakab Péter volt az, aki engem mindenféle hazugnak elmondott, hogy ez szóba se került, és nem igaz. Aztán röviddel később, decemberben már azt lehetett látni, hogy DK-sok és jobbikosok egymással összeborulva próbálják az MTV székházában lebirkózni a biztonsági őröket, idős MSZP-s képviselők azzal tették magukat röhelyessé, hogy megpróbáltak átmászni a kerítésen, és hárman tolták egyszerre fölfelé a feneküket, mert nem voltak képesek rá. Ugye emlékezhetünk Kuhalmi Ágneséknek az ajtónak futós jeleneteire és egyebekre, tehát szó szerint a baloldali ellenzék közröhelyé tette saját magát ezeken a tüntetéseken. Látható az, hogy az összefogás úgy, ahogy Orbán Viktor is megjósolta, és úgy, ahogy én egyébként el is mondtam, nem fog működni, mert a Jobbik szavazók nem tolerálják a Jobbik árulását. Tömegesen el is fordultak az egykor volt nemzeti párttól, és azt tartom nagyon fontosnak elmondani, hogy választókerületek egész sorában azt lehetett látni, többek között az én ceglédi központú választókerületemben is, hogy a Jobbik szavazók sokkal többen voltak egy-egy jobbikos képviselőjelölt mögött akkor, amikor még a Jobbik önállóan indult a választáson, mint most a teljes baloldali összefogásnál. Egész évben véve pedig elmondható az ennek alapján is, hogy Jakab Péterék átverték a baloldali szövetségeseiket, hiszen Jakab Péter azt ígérte, hogy 29 vidéki választókerületben nyerni fognak a Jobbik jelöltjei, ehhez képest azt látjuk, hogy egyetlen egy egyéni választókerületi győzelmet sem ért el a Jobbik, azért mert egyszerűen kiürült a párt, mert leléptek a támogatói. Tegyük hozzá, hogy még a Dunaújvárost is sikerült elveszteniük Kálló Gergelyel a szélen, hogy az is egy, azért egy balos. Igen, hát ez egy nagyon komoly művészet volt az is, hogy Dunaújvárost elvesztették. Egyébként az is érdekes megnézni, hogy de vajon miért? Hát azért, mert Dunaújvároson is olyan emberek élnek, akik még tökéletesen emlékeznek arra, hogy a Jobbik újonnan lett szövetségesei, a szocialisták adták el annak idején a vasművet. Ezeknek az embereknek ez még élénken él az emlékezetében, és ha a Jobbik összeáll a szocialistákkal, akik minden baj okozói Dunaújvárosban, akkor nem csodálkozhat azon, hogy megbukik a képviselő jelöltjük, így gyakorlatilag semmi meglepetés nem történt. Volt már, megjegyzem, 2019-ben egy európai parlamenti választás, amelyen elindult a Jobbik és 6%-os eredményt ért el. A korábbi 20%-hoz képest ez azt mutatja, hogy a párt támogatottsága kevesebb, mint harmadára zuhant rögtön a 2018-as választások után már egy évvel, mert egyszerűen elhagyták a szavazói, és az újabb tördőfés a megmaradt Jobbik szavazók hátába pedig az volt, amikor a Jobbik nyilvánvaló és egyértelmű paktumot kötött a DK-val arra, hogy egymás segítve a többi ellenzéki párttal szemben is fellépjenek, és ilyen módon szerezzenek politikai pozíciókat. Nagyon sokan már ezt nem bírták elviselni, és ha
a Jobbik sorsára vonatkozó tippem lehet, vélhetően a baloldali összefogásból okafogyottként ki fogják lökni a Jobbikot egészen egyszerűen azért, mert semmi szükség rá, semmi értelme nincs a szereplésének, rendkívül kellemetlenek a baloldali választók és a baloldali politika nemzetközi támogatói szempontjából azok a kallendítős videók, a Jobbik egyes náci megnyilatkozásainak felemlegetése. Éppen ezért gondolom azt, hogy a Jobbik most már sokkal többet visz, mint hoz. Nekem még a összefogásról szeretném megemlíteni azt, hogy amikor az önkormányzati választás Karácsony Gergellyel az élen megnyerték, biztos emlékszel, hogy a színpadon ott vagy 60 ember oda ment föl, hogy örömködjön a győzelmet, megünnepeljék, és akkor mint ez kontra a vasárnap, amikor a Márki-Zay fölment a gyerekeivel a színpadra, hogy szerint ez is egy annyira árulkodó dolog volt, hogy ilyen jellemük van, hogy ott hagyják a nagy szövetségeseik, az ő Márki-Zaynak a szövetség, és ott hagyják egy színpadon, és a gyerekeit kiteszi ennek, számomra ez egy ilyen elképesztő jelenet volt. Igen, számomra egyébként a pillanat drámaiságán túltekintve azért volt mégis örömteli ez a jelenet, mert az egész ország előtt bebizonyosodott, hogy milyen rendkívül hitvány, jellemtelen alakok a baloldali pártok vezetői. Tehát gondolj bele abba, hogy nekünk például Vona Gáborral teljesen más politikai nézeteink voltak a Jobbik jövőjével kapcsolatban, ő inkább egy ilyen értéksemleges, lájtosan baloldali irányba tolta volna a Jobbikot, én pedig megőriztem volna nemzeti pártnak, de az eszembe se jutott soha, hogy amikor oda kell állni és értékelni kell a választási vereséget, akkor ne legyek ott Vona Gábor mögött, hiszen mégiscsak a párt vezető politikusa, alelnöke, frakcióvezetője, második embere voltam. Tehát ilyenkor, még akkor is, ha nem értünk az adott emberrel egyet, aki legelől áll, kutya kötelessége az adott szervezeti egységen belül dolgozó embernek odaállni és az arcát adni a vereséghez, hiszen ők együtt kell, hogy viseljék ennek a súlyát. Ezek a baloldali politikusok ehhez kellően jellemtelenek voltak. Gyurcsány Ferenc és Jakab Péter a földön fekvő Márki-Zay Péterbe még a választások éjszakáján külön videóüzenetben belerúgott, ezzel is bizonyítva azt, hogy igyekeznek minden felelősséget Márki-Zay Péterre hárítani a történtekért, Márki-Zay Péter pedig gyakorlatilag folyamatosan visszatámadott, azt mondta, hogy Gyurcsány Ferenccel nem lehet választást nyerni, egyébként ebben kétségtelen sok igazság van, na tehát mégiscsak ők fogtak össze mindannyian Gyurcsány Ferenccel, ők kérték meg a DK-t, hogy egy csapatban focizhassanak vele, és most abba gondolj bele, Zsolt, hogy Gyurcsány Ferenc ezeket a pártokat bedarálta, most már azt láthatod, hogy Gyurcsány Ferenc DK-ja mellett csupa-csupa párt töredék maradt, olyan fölmozsolódott politikai erejű pártokról beszélünk, amelyek egykor jelentősen nagyobb társadalmi támogatottságot tudhattak magukénak, de ezeket a pártokat gyakorlatilag a DK betarálta. Szerinted mi lesz a Jobbikkal, hogy itt lehet még az egykoron nemzeti pártnak jövője, vagy kidobják a baloldali összefogásból, mint egy rohadt krumplit? Meggyőződésem az, hogy a Jobbikot ki fogják dobni ebből a baloldali összefogásból. Fontos látni azt, hogy a Jobbik, amit ígért, azt nem tudta teljesíteni. A Jobbik inkább vitt szavazókat, mint sem hozott volna. Jakab Péter személye is olyan, hogy egyszerűen nem tudnak megújulni, egészen egyszerűen azért, mert Jakab Péter csak erre a palizeres prolisóra és erre a karakterszínészi teljesítményre képes, mint amit az elmúlt időszakban vitt. Tehát a Jobbik szereplése ilyen módon már választókat nem hoz, választókat viszont a baloldalról garantáltan visz. A nemzetközi szövetségesek előtt, akár brüsszeli, akár washingtoni politikusokról legyen szó, a Jobbik kellemetlen tényezővé vált, tehát én azt vélelmezem, hogy egyszerűen a baloldali pártok ki fogják a Jobbikot ebből a hajóból dobni, és lehet, hogy nem a Jobbik lesz az egyetlen. Tudja, amit most Gyurcsányék fognak csinálni, az az, hogy elkezdenek majd különböző fókuszcsoportos vizsgálatokat folytatni a szavazók körében, és arra kíváncsiak, hogy például a Jobbik szavazói elsősorban összefogás szavazók, és másodszorban Jobbik szavazók-e. Hogyha így van,
és az összefogást a Jobbik dacára is választják, akkor a Jobbiknak nem lesz helye ebben az összefogásban. Megjegyzem egyébként, hogyha a PM-nek vagy az LMP-nek a létjogosultsága is hasonló módon megkérdőjeleződhet, vajon Gyurcsány Ferencék ezeket a pártokat megtartják-e az összefogáson belül, én nem tartom valószínűnek. Még annyit megjegyeznék, hogy 4 éve Vona Gábor lemondott, volt annyi benne, nem lett volna tisztességesebb a Jakabtól elbúcsúzni? Szerinted? Jakab Péternek vállalnia kellett volna a tetteiért a felelősséget. Amikor az ember valami rosszat tesz, vagy az adott párt olyan politikai irányt vesz, amivel ő maga nem ért egyet, akkor meggyőződésem szerint az adott politikai közösségből vagy ki kell lépnie, vagy le kell mondania. Vona Gábor képes volt lemondani. Én, amikor kiment alólam a Jobbik, akkor talajvesztett politikusként kiléptem a pártból, hiszen ebben az árulásban nem akartam részt venni. Mi ezt megtettük, ennek a politikai karrierünkre nézve Vona Gábor esetén is és az én esetemben is súlyos következményei voltak, de vállaltuk ezeket a következményeket. Itt a bal oldalon azonban azt látjuk, hogy csupa-csupa jellemtelen politikus van, ők ebből a vereségből sem akarnak okulni, ők fogják a politikai pozícióikat továbbra is ők akarják a politikai irányát meghatározni. Megjegyzem, nekünk egyébként ennek örülni kell, mert amíg ezek a tehetségtelen politikusok ugyanazokkal a kipróbált és be nem vált receptekkel futnak neki, a hatalom megszerzésére tesznek kísérletet, addig garantáltan nincs mitől félnünk. Én még itt felhívnám a figyelmet, itt a nagy megsemmisülés, hogy meg a pártok, politikusok így leszerepeltek, felhívnám a figyelmet arra, hogy a közvéleménykutatók is. Ugye a Pulai jóslása, hogy fej-fej mellett megy a két tömb, závet, kicsivel ez vezet, kicsivel az, aztán választás napján megjött a medián, akkor az is alul mérte, de azért ott már jelezték, hogy baj van. Hogy ezekről mit gondolsz, ezeknek lehet még valaha hitelük, hogy ezek föl fogják őket még kérni valamikor, hogy nézzük meg, mi lesz a választás kimenetele? Szerintem amit le kell először is szögeznünk az, hogy ez már a madárjóslás kategóriája. Tehát ennek a tényleges mérésekhez, a tényleges eredményekhez az égvilágon semmi köze nincs, és nem is volt. Ezek a különböző közvéleménykutató cégek elsősorban politika alakító aktorok kívánnak lenni. Ugye miért is hazudoztak annyit a magyar közvéleménynek? Azért, hogy a baloldali politikusoknak megpróbálják az esélyét a magyar társadalom előtt felcsillantani, mert ha esélyesnek látja a magyar társadalom azt, hogy a baloldal hatalomra jut, akkor nagyobb a választói aktivitás a választásokon. Tehát ők azért verték át tudatosan a magyar közvéleményt, hogy a választások napján egy szoros eredmény látszatát keltve megpróbáljanak mozgósítani a baloldalon olyan szavazói tömegeket, akik el akarják távolítani a Fideszt a hatalomból. Ezért tudatosan hazudtak az embereknek. Megjegyzem egyébként, hogy én azokat a közvéleménykutató cégeket, ahol bizonyos mértéken túlmutató tévedéseket hoznak a választási eredmények a közvéleménykutatók által közölt eredményekhez képest, a magam részéről az országos közvéleménykutatások publikálásától eltiltanám, egyszerűen azért, mert ez már fake news terjesztésének minősül. Becsapják a magyar embereket, nem tájékoztatnak a politikai folyamatokról, hanem politikai folyamatokat próbálnak ezeknek az eredményeknek a közlésével generálni. Ezek a közvélemény kutató cégek tehát röviden és tömören megbuktak. És akkor ide vehetjük a Telexet, HVG-t, Indexet, a független objektív sajtót, aki itt a választásra között egy szerintem a évtized botránya volt a Szabó Tíma féle drogpénzből finanszírozott kampányok, hogy erről a dúlszabolcsék nem, egyszerűen nem számoltak be, nem mertek. És azért, ha ezt ide vesszük, akkor a vadhajtásokon minden fideszes botrányról az elsőként számoltunk be. Szájer, Borkai, Völner, hoztuk első között. Ők egy ilyen Telex, egy HVG, egy Index, egy ATV egyszerűen nem hozta a Szabó Tímaféle óriási hangfelvétellel alátámasztott botrányt, hogy ez elképesztő. A független objektív sajtóról mit gondolsz? A független objektív sajtót hívjuk most röviden FOS-nak, rögtön lerövidítve az elnevezését, tehát ez a bizonyos FOS,
ez gyakorlatilag azt produkálta, amire szerződött, minden eszközzel próbálta a baloldalt támogatni, akár híreknek az elhallgatásával is ezt tette. Emlékeztetnék arra, hogy amikor Trump megbukott, akkor is több olyan országos médium vezetőjéről derült ki Amerikában, hogy hazudtak annak érdekében tudatosan, tendenciózusan, folyamatosan az amerikai választóknak, hogy az általuk preferált demokrata elnökjelöltet juttassák hatalomhoz. Magyarországon ugyanezt történik, ezek az újságírók tudatosan elhallgatnak bizonyos a baloldal számára rendkívül kellemetlen tényeket, vagy legrosszabb esetben is mínuszos hírként közlik valahol, de messze-messze túlmutat ezen például egy kormánypárti botrány jelentősége. Egy kormánypárti botrányról 50-100 cikket is képes egy-egy ilyen médium írni, egy ellenzéket érintő korrupciós botrányról pedig nagyon sokszor nemes egyszerűséggel nem is beszélnek. Így van. Még annyit szeretnék kérdezni, hogy egy bukás után Márki-Zay Péternek mi lett a jövője? Hogy ő belengedte ezt az új pártját, viszont ez egy milyen üzenet, hogy ő egy ilyen ekkora bukás után egy új pártot akar felhozni? Én nagyon drukkolok, hogy Márki-Zay Péternek sikerüljön egy ilyen új pártot szervezni, és azt is elmondom miért. Azért, mert ez ismét csak aprózza a baloldali tömböt összefogáson belül, hiszen Márki-Zay Péternek van egy elkötelezett szavazótábora, nem túl népes, de mégiscsak 100 000-es nagyságú. Márki-Zay Péter tehát nem véletlen mondja azt, hogy neki van keresni valója a politikában. Ő is egy olyan politikai zárványt fog képezni, mint a DK. Se kiköpni, se lenyelni nem lehet Gyurcsány Ferencet a baloldali összefogás résztvevői által. Ugyanez érvényes Márki-Zay Péterre is, se kiköpni, se lenyelni nem lehet. Ha Márki-Zay Péter legközelebb az előválasztáson, ha lesz egyáltalán, azt ígéri, hogy nagyon sokat tanult a hibáiból, és most másképp fogja csinálni, én még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy annyira reménytelennek tartják a lejáratódott baloldali pártok helyzetét a szavazók a baloldalon, hogy akár képesek ismét Márki-Zay Pétert miniszterelnök jelölté tenni, akkor pedig én azt hiszem, semmi dolgunk nincs, hátradőlünk, kérünk egy kávét, és várjuk az ötödik kétharmadot. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, Zsolt.